Vannak olyan országok környezetünkben, amik 1920. június 4-ét győzelemként ünneplik, hisz országok határai kibővültek. Magyarország számára viszont június 4 egy fájdalmas szétszakítás emlékét hordozza, amikor magyar és magyar között határt húztak, fizikálisan szétszakítva egymástól azokat, akik összetartoztak. Lélekben viszont nem volt szétválasztható, ami összetartozik. Nem a szó, a név, az ősök, az élet, Magyarra csak a szív tesz és a lélek. 2010-ben az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjáván nyilvánította június 4-ét. Ennapon 60-ban is megemlékezést tartottak, amelyen a Kodályos Diákok látványos műsora elevenítette fel a történelmi események hagyatékát. 104 év telt el azóta, és a törésből felállt a magyar nemzet, amely emlékszik. Emlékszik arra a háborúra, amit nem akar újraélni. A Trianoni döntés 104 éve 23 millió 400 ezer lakost érintett. A szétszakítást követően Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada 7,6 millió fő maradt. Az azóta eltelt idő sok mindent megváltoztatott. Itt 60 van, mikor polgármester lettem 2010 őszén. Az első lépés volt, amit igyekeztem megoldani, hogy legyen egy Trianoni emlékmű és egy gyönyörű emlékművet tavattunk föl 2011. június 4-én. Június 4-e van most is, és minden évben emlékezünk és erőt merítünk. Erőt merítünk, ahogy a mellettem álló fák, amit akkor ültettünk el, határon túlról hozott földdel és határon túli magyarokkal együtt. Mi magyarok itt a Kárpát-Melencében Egybe tartozó nemzet vagyunk. A mi gyökereink itt vannak, ez a mi hazánk, ez a mi otthonunk, ezt senki el nem veszít tőlünk. Több mint ezer éve vagyunk itt otthon, vagy még talán még régebb óta, és ezen időszak alatt mi mindig kiálltunk, egyenesek voltunk, mindig megvédtük magunkat, és mindig tényleg emlékeztünk a múltra, és gondoltunk mindig a jövőre, a gyermekeinkre. 2010-ben az anyaország kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Mint ahogyan például mi hatvaniak is részei vagyunk valami nagyobb egésznek. A mai napon itt együtt ünnepeltünk a Kodály gyermekei Léptek föl, Kodály is általános iskola gyermekei, egy gyönyörű műsort adtak, megkaszoroztuk az emlékművet, és büszkén és boldogan ünnepeljük és emlékezünk. Emlékezünk valamennyi magyarra, akik eddig itt éltek, és gondolunk azokra a magyarokra, akik ma is itt élnek a kárpát -Terencében. Az anyaország szívén viseli minden magyar sorsát. Összetartozunk.